A következő híradásunkban Kuruc Istvánnal, a karcagi birkózó dinasztia képviselőjével beszélgetünk, aki megosztja velünk édesapja idős Kuruc István egyik eddig nem ismert emléktörténetét. A jelenlegi szakképzési centrumban volt valamikor a legényegylet, ahol 4 Kuruc testvér is szerepelt. Számos előadás volt a legényegylet repertoárjában, amelyből a kedvenc Tábori Piroska Imádság című műve volt. Az én számomra nagyon, de nagyon sok mindent jelent Trianon, ráadásul egy bizonyos családi kötődést is, hiszen én Trianonról akkor hallottam először, mikor a szüleim mesélték, hogy ami most a szakképzési centrum, illetve később majd előtte könyvtár volt, ott volt a legényegylet, és a legényegyletnek volt egy színjátszó csoportja, ahol 4 Kuruc testvér is szerepelt, és elmesélték nekem, hogy ezt a verset, mikor elmondták, úgy adták elő színpadon, hogy a háttér a régi Magyarország volt, benne az új Magyarország, és mikor eljutottak a verszak utolsó mondatára, hogy most halt meg 1000 éves Magyarország, akkor a régi és az új Magyarország közötti területet rövid zárlattal leégették, mert a scrap-papírból volt csinálva. És ráadásul ezt a verset úgy kaptam meg, hogy rá is van írva a hátuljáról, hogy nagyon sok szeretettel is azért, hogyha már nem leszek is, emlékezzél rám. És azóta én elkezdtem gyűjteni a Trianonnal kapcsolatos dolgokat, van vagy 5 kilónyi anyagom róla. Számos anyag van már a tarsolyomban, közöttük egy sorszámozott érem, amely hatalmas értékkel bír, fogalmazta meg Kuruc István. Mint megtudtuk, 5-ször járt már Versailles-ban, a kis Trianonban, így útja során látogatást tehetett abba a térségbe, amely mindenki életében nyomot hagyott. Ráadásul voltam legalább 5-ször Versailles-ba, a kis Trianonba. Elmondanám, hogy az első alkalommal az volt, hogy oda sem megyünk, csak Versailles-ba, és végén, ugye nagy busszal voltunk vagy 40-en, és mondtam, hogy hát ide nézzenek, akkor majd találkozunk Párizsba, mert ha itt vagyok, én megnézem. És akkor mondták ott többen, hogy igen, annak a kis, de nagyhangú embernek igaza van, mi is kíváncsiak vagyunk rá, és menjünk el. Elmentünk, azért hozzáteszem, hogy ott nem szívesen fogadtak bennünket, majdnem azt mondták, hogy mi keresnivalónk van. Utána birkozókkal voltam kint, én elvittem oda őket, kihúztuk a magyar zászlót, az egyik kézzel fogták a zászlót, hát a másik kézzel, meg nem tudom, valahogy ilyen önkéntelenül ökölbe szorult a kéz mindenkinek. Jó, hát ezt megbeszéltük, és elmeséltem nekik, hogy mi volt ez a Trianon. És én átadtam már az unokámnak is ezt a verset, körülbelül jövő héten fogom tőle kikérdezni, megtanulja. Javaslata, hogy magát a verset az iskolában kötelező memoriterek közé fel kellene venni, hiszen a magyarság történetét tömöríti magába. Természetesen számos erekélye van, amelyet azóta is féltve őriz. Van, amelyhez egy hulladékgyűjtés során akadt rá, és van, amelyet megvásárolt. Szeretném, hogyha ezt a verset minden iskolába, minden osztályba legalább egy gyerek megtanulná, és ez egy nagyon nagy fájó pont a magyaroknak, amit a mai napig érzünk. Másik, ezelőtt még itt a főtéren volt a könyvesbolt, és papír hulladékgyűjtés volt a gyerekeknek. És a tolókocsiban mit látok? Látom a Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Vitézek albuma című nagykönyvet, és egy füzetborítólapot, ami szintén csak Trianonról szól, és füzetborítólap volt, amit én el is hoztam be, is tudok majd ezeket az anyagokat mutatni, és mondtam, hogy gyerekek, hányan vagytok, mondták 6-an, akkor ezt nekem adjátok, bemegyünk a könyvesboltba, és mindenki olyan könyvet választ, amilyet akar. És így jutottam én meglátásom szerint az egyik igazi nagy értékekhez, mert sehol nem jutottam hozzá ilyesmihez. Megvan az emlékkönyve is a Trianonnak, több mint 1000 oldalas, olvasgatom is. Ez engem nagyon megfogott, és érdekes módon hosszú évtizedeken keresztül hatása alatt voltam, úgyhogy én is például azt a verset megtanultam, amit ott elmondtak, mert úgy érzem, hogy ez kell is, és sokszor el szoktam mondani magamba. Magamba sokszor elmondom, pláne meg, hogyha hosszú úton vagyok, majd de talán korábban kelek fel, mint ahogy kiszállok az ágyból.
Hát ez Tábori Piroskának a verse, tehát Tábori Piroska, és az a címe, hogy imádság. Isten, hallod? Zúg a halálharang, temetés van, temetik a te néped. A négy folyót, a Szent Hármas hegyet, a lobogót, mely hős harcoktól tépet. A magyar álmot, hitet, erdőt, mezőt, a magyar múltat, a magyar jövőt, a magyar földet, a magyar eget. Isten, vagy-e, hogy ezt elszenveded? Nincs mennyköved, nincs viharod, virágzó, örök, erős karod, és nincs csoda, s erőtlen minden átok. Sti körbeforgó lelketlen világok, hát nem tép belétek a vad fájdalom? Egy ország fekszik a ravatalon. Isten, most halt meg az én nemzetem. Nincs végtelenség olyan végtelen, hogy sikoltásunk reád ne találna. Hiába van eget kapuja zárva, betör rajta a vad fájdalom vihar. Az egész világ egy hatalmas ravatal is, minden élő, csak kísértő halott. Isten, lehet, hogy te így akarod? Vállaltad értünk kínját a halálnak, válságunkért megadtál minden árat, de ezt a kint te sem szenvedted át. Nem temettél egy széttépett hazát. Isten, mi most itt szent fogadást tettünk, hogy eltemetve holtan sem felejtünk. Csak írott malasz lesz nekünk a jóság, a napok szörnyű nagy killódás. Míg egyé nem lesz, mit széttépetett, s míg fel nem támad a te nem magyar nemzeted, addig mi irgalmat nem ismerünk. Pusztulás átok rémel jár velünk, hontalanul bolygók halálos átka, és örök harcot hozunk a világra. Enyhülést nem hagy ném a sikoltásunk, oltárodhoz büszkén állunk, megbocsájtást tőlünk senki se várjon. Isten, hallod? A holtak szólnak hozzád. Ma halt meg 1000 éves Magyarország.